Itt látjátok a moszkvai pályának a pályarajzát. Nekem mindjárt szembetűnő volt az, hogy milyen hosszú a hátsó egyenes. Itt ugye az alsó vízszintes vonal mutatja a pályán a leghosszabb egyenest. Ez majdnem 900 méter hosszú, ami hát alapvetően kicsit több, mint amire nekünk szükségünk lenne. Az elmúlt verseny hétvégén az volt a tapasztalat, hogyha valahol, akkor végsebesség terén lemaradásunk van a többiekhez képest. Ugyanakkor, ami szintén nagyon jól látszik a pályarajzon, hogy az egyenest kivéve kanyar követ kanyart, ami azért jó hír számunkra, mert ugyanakkor a másik tapasztalat az az volt, hogy kanyarokba és féktávon az autó nagyon-nagyon jól működik. Alapvetően olyan, mintha ötvözete lenne a Szlovákia ringnek és a Hungara ringnek. Mindenféle kanyar típus megtalálható benne. Van gyors kanyar, közepesen gyors és lassú. Bízom benne, hogy az a pici előny, amit meg tudunk szerezni az első két szektorban és a kanyarokban, az kompenzálni fogja majd azt a hátrányt, amit ugye el kell szenvednünk a végsebességbeli hiányokban. Az eddigi pályabejárás során csak olyan tapasztalatokat gyűjtöttem, hogy egyrészt versenyképesek lehetünk a hétvégén, másrészt meg élvezetes lesz menni magán a versenypályán.